Ez Bonyhád egyik legforgalmasabb csomópontja. Közel az autóbuszvégállomás, ide csatlakozik a 6-os főútról bejövő forgalom a városközponttal, és ide kanyarodnak a bevásárlásból hazaindulók is. Számtalan baleseti helyzet alakulhat ki nap mint nap. A város önkormányzata évek óta kísérleteket tesz a forrás megszerzésére, amely fedezné egy körforgalmi csomópont megépítésének költségeit. Mindez idáig sikertelenül. A területfejlesztési operatív program nyújtotta lehetőséggel élve, most konzorciumban a Magyar Közúttal sikerkoronázta az erőfeszítést, és 282 millió forintot nyert az építkezés lebonyolítására. A polgármesteri hivatal egyeztető tárgyalásra hívta az érintetteket, a konzorciumi partnert, a kivitelezőt és a rendőrség képviselőit a munkaterület átadására, ami azt jelenti, megkezdődhet a beruházás. Körforgalom kicsit becsúszik ide a parkba, és körülbelül így ezen a részen lesz. A Székely Emlékparknak az elemei elbontásra kerülnek, majd a kivitelezés befejezést követően, egy felújítást követően újra elhelyezésre kerülnek. A buszmegálló bekötő része megszűnik, az is park lesz, és erre felé fog kikötni a Gyár utcára a buszforgalmat kiszolgáló út. Mivel a kivitelezésnek a szerződés szerint ideje 180 nap, azaz 6 hónap, fél év, elvileg tavaszra elkészül. Nyilván az időjárás befolyásolhatja, hiszen hogyha olyan telünk lesz, hogy téli üzemmódba le kell álljanak, akkor valószínű, hogy a kritikus időszakban leáll a kivitelezés. A beruházásra azért volt szükség, mivel ez egy olyan csomópont, ami igen nagy forgalmú, és a Gyár utca felől közlekedők, ki a Zrínyi utcára sok esetben elég sokat kellett várjanak, és dugók alakultak ki. Az építkezés ideje alatt csak a szükséges mértékben lesz majd forgalomkorlátozás, mondta a műszaki iroda vezetője. Ideiglenes forgalomelterelési terv készült erre a területre, ugyanis itt fog megvalósulni a körforgalom. 4 ütemre bontotta a kivitelező a kivitelezés teljes szakaszát. Az egyes ütemben a Járdaszigetek és a gyalogátkelőhely fog megszűnni a Zrínyi utcában. 2. ütemben, ami a leghosszabb ütem lesz, fogják megvalósítani legelőször is a közműkiváltásokat, majd a körforgalmat fogják megépíteni, és utána a 3. és 3. ütemben pedig a busz közlekedés tevődik át a Gyár utcára. Ami fontos az az, hogy teljes lezárás nem lesz, minden irányból lehet majd közlekedni, nyilván lassabb ütemben, és akár félpályás lezárással felváltva. Egyetlen egy, ami lezárásra kerül szinte a teljes időszakra, az itt a Zrínyi utcától a Gyár utcában, a Gyár utca 3-as és 4-es ház közötti vonalon ez a szakasz kerül lezárásra teljes mértékben. A gyalogátkelőhely a körforgalom mind a 4 ágában létesül, és mindegyikhez természetesen járda fog vezetni. Az építkezés ideje alatt kérjük, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, legyenek figyelemmel az éppen aktuális lezárásokra. Minden ütem előtt a lakosságot értesíteni fogják, tájékoztatni fogják az éppen aktuális lezárásról és annak a tervezett időtartamáról. Első ütemben a Zrínyi utcai Járdaszigetek és a gyalogátkelőhely szűnik majd meg, párnapos kellemetlenséget okozva csupán. A nagyobb forgalmi akadályt a Gyár utca lezárásával a következő hetekben kell majd átélnie az erre közlekedőknek. A konzorciumi partnerek reményei szerint tavaszra már egy gyorsabb és biztonságosabb közlekedést biztosító csomóponttal lesz gazdagabb Bonyhád városa.